örömmel jöttem el, és valóban ugye az ember abból kell kiindulni, és itten az évszámaimból az világos volt, hogy én a 80. évemben tartok. Tehát mindent úgy kell megnézni, mintha a nagyapátok vagy valami ilyesmi ember mondaná. Meglehetősen össze-vissza életem volt, ez látszott is, és azok a nagy ugrások, azok ritkán voltak békések, de hát ez már így volt akkoriban. Szóval az előadásom vázlata az valami olyasmi lenne, hogy gyerekkortól mi a tudományos krédom, az anyagtudományból fölcsillantok néhány dolgot a nanotudományig. Beszélek, hogy hol érzem én most, ahol az élettelen természettudomány és az élő természettudomány nagyon komolyan összenő. Tanácsok fiataloknak, ez eléggé hasonlatos ahhoz a bizonyos citált előadáshoz. Szeretnék néhány tanácsot adni, cikkírás, szabadalmi stratégia kérdéseiről és egy végszóval. A gyerekkoromban ugye eléggé, hát tizenvalány éves koromban már megterveztem Hódmezővásárhely villamos vonalait, ott a mind a nyolcat, és ezt fölnőtt koromban most valamikor ugye a 70. életévem körül ingyen felajánlottam a városnak, hogy megépíthetik. Ott alul van az elektromos ajtaja. Tizenvalány éves, nem tudom pontosan melyik évben volt, úgy írtam le ebben a könyvben, hogy a Horthy Miklós út az már Ady Endre út volt, de az Andrássy út még nem lett Sztálin út. Szóval ez valahol azokban az években rajzolgattam gyerekkoromban. Ugye csináltam természetesen, az is érdekelt, hogy hogy lehet egy cukorkaautomatát összehozni, ahol itt egy mérleggel bedobod a pénzt és cseréli. Hát szóval ilyen műszaki gyerek voltam. Aztán egyszer csak kiderült, hogy valamit értek a zenéhez is, és érettségi után a Zeneakadémiára kerültem, és tulajdonképpen egy ilyen tanári presztízs miatt kirúgtak mindenünnen, Szegedről a Konziból is, a Zeneakadémiára se vettek vissza, úgyhogy végeredményben jelentkeztem Szegeden. Ugye ez a zene, amit nem tudom, hogy kitalált meg a kompjúteremen, de megható volt, hogy ennek a hangjaira jöttem be, és itt játsza Ábrahám Maria fiatalkori barátnőm és Skordilis Emi, ugye oboával, ez a könyv CD mellékletében játszák. Hát most nem fogjuk még egyszer végighallgatni, majd kilépek belőle. De ez egy nem rossz darab. Szóval el lehet játszani még ma is. Akkor azt mondták, hogy egy 17 éves gyerek hogy tud ilyet csinálni, azt mondtam, hogy Mozart 5 éves korában jobbat csinált, úgyhogy nem tudom, ebben semmi nagy dolog nem volt. Úgyhogy. Szegény Skordilis Emi nagyon megdolgozott vele, de ez nagyon nehéz darab. Csupa nehéz darabot írtam, én soha nem tudtam a darabjaimat előadni. Hát szóval menjünk tovább. Aztán az elméleti fizika tanszéken lettem demonstrátor, és tulajdonképpen a professzor számoló embere. Aztán visszakerültem, mert nem volt Szegeden az egyetemen állás, hogy a fiatalokat biztassam, hogy milyen fene gyerek voltam. Akkoriban ugye ez 55-ben végeztem, és ki voltak írva az állások, nemhogy az egyetemen, de Szegeden nem volt egyetlen állás se, hogy az egyetem közelében maradhassak. És három helyet kellett a kiírt listából beírni. És a Gyulai Jóska az első helyet üresen hagyta, a második helyre beírta az alma máterét, a Bethlen Gábor gimnáziumot Hódmezővásárhelyen, és a megjegyzés rovatba azt írta a kommunizmus kellős közepén, hogy az egyetem kötelékében bármilyen képzettségemen aluli, például portási állást elvállalok. És ez így ment be az én pályázatom. Olyan
tényleg döbbenetes, én nem tudom, hogy az őrangyalom vagy a szerencsén ki, hogy interpretálja, de Szőkefalvi Nagy Bélához került ez a papír, aki akkor az elosztó bizottság elnöke volt, és ő mondta nekem, hogy értem, Jóska, hogy mire gondolsz, menj el Vásárhelyre, nem fogsz ott megöregedni. Hát majdnem baj lett belőle, ugye, mert nem lett volna azzal semmi baj, de ez éppen 56-ot tartalmazta, úgyhogy ez egy külön előadás témája, hogy hogy zajlott 56, és hogy tulajdonképpen hogy tudtam decemberben, 56 decemberében Vásárhelyről elmenekülni vissza az egyetemre, ahol nem jöttek utánam, ezt máig se értem, de ez így van. Úgyhogy attól fogva a szerencsések között kellett tudnom magamat. Úgyhogy vonzott a biofizika, de nem alakult esélyem, úgyhogy abból nem lett semmi. Aztán azok az életrajzi dolgok voltak, azt eléggé át lehet ugrani, hiszen Rossz professzor elmondta, hogy mindenfelé szerencsésen dolgozhattam, befogadtak, vittek, hívtak, és lényegében, hogy én ma minek tartom magam, valahol a fizikus, vegyész, villamosmérnök között lebegek, remélem, hogy nem teljes tudatlanságban. A krédom az elmúlt évtizedekben alakult ki, és ezt fontosnak tartom, hogy elmondjam az utánam következőknek. A tudományos krédom. Ezt az ábrát már láthatták Miskolcon is nálam. Buckminster Fuller, ez egy építész volt, ő csinálta a Biosphere nevű kupolát Montrealban 1967-ben. Ez volt az az első 5 és 6 és 7 szögekből álló építmény, ami öntartó is tudott lenni. És ez annyira természettudományos dolog volt, hogy amikor a szénnek ezeket a furcsa módosulatait, gömb, meg ilyesmit fölfedeztek, akkor a vegyész világ először Buckyballnak nevezte el, ugye Buckminsternek a nevéből, aztán ma már teljesen elfogadott, hogy Fullerénnek hívjuk a szénnek ezt a gömb módosulatát, és ez Buckminster Fuller építészmérnök dolga. De ő nem csak, hogy kiváló építész volt, a legnagyobbak közül való, hanem 1969-ben írt egy olyan könyvet, amelyik Operating Manual, tehát a Föld űrhajónak a használati utasítása címmel. Ugye ez a Spaceship Earth, mint fogalom, ez egy fantasztikus dolog lesz, erről fogok egy néhány percet beszélni. Ami a könyvéből idéztetett, hogy az a lényeges tény van a Föld űrhajóval kapcsolatban, hogy nem kaptunk hozzá használati utasítást. És ezt ugye már több generáció elszabotálta, az én generációm is, azt mondja, hogy majd ti, itt a fiatalok, akik most nőttök föl, ti fogjátok ezt a használati utasítást kitalálni, megcsinálni, és végre is hajtani. Hát tulajdonképpen ez a komoly feladat a krédomnak az alapja. Úgyhogy a mai életben én úgy látom, hogy a tudománynak nem lehet magasztosabb és fontosabb célja, ami tulajdonképpen két célt, ami egy kicsit analóg az ön és fajfenntartás ösztönével is. Az első, hogy megkeresni annak a módozatait, hogy élhet-e, és ha élhet, hogyan. 7-10 milliárd ember a földgolyón, remélhetőleg úgy, hogy a tigrisek is megmaradnak. Nagyon nehéz feladat. Nem biztos, hogy megoldható. Emellett az egyén élettartam növekedése, az is domináns dolog, ugye tudjuk, tanultuk mostanában, hogy valahol 140 év körül van a biológiailag determinált élethosszunk. Nos hát ennek a megközelítése mindenkit érdekel, és nem az utókorban, hanem a saját korában, ugye? Úgyhogy erről van szó. Mindenesetre ez a két fő téma nagyon is hat egymásra, és egymástól tanulva, összefonódva is dolgozik. Hogy lesz-e erre megoldás, ugye ezzel Gábor Dénes nagytudós elődünknek a mondata van, aki szintén, azt nem mondtam még, hogy a Római Klubnak volt a Buckminster Fuller is, meg Gábor Dénes is az egyik alapítója. Szóval a Gábor Dénes úgy fogalmazta ezt a kérdést, hogy hogy lehet élni a földgolyón, úgyhogy a lakhatósága megmaradjon. Hát Gábor, hogy a
azt mondja, hogy ez inkább az optimizmusa mondatja vele, hogy van megoldás. Hogy ez a megoldás valahol a Madácsi falansztere, félek tőle, hogy nagyon hasonlítani fog rá, ugye? És legfeljebb jó lenne, hogyha ideológiailag nem hasonlítana, ugye? De minden esetre az, hogy ez a nagyon szigorú, környezet kímélő életforma, amit ha nem a mi generációnknak, az itt ülők unokáinak már biztos, tehát 2050 után ez már elkerülhetetlen kérdés lesz, ugye, hogy ez elviselhető legyen, én ebben a humaniórákat, a humán dolgokat, művészeteket érzem, illetőleg a vallást, aki ebben, aki ezt tudja választani. Hogy mindez elég-e ez a Spaceship Earth, tulajdonképpen annyit azért egy kis szakmát mondanék, hogy értsük is, az azért nagyon mély értelmű dolog, hogy a Föld űrhajó, és ezt Fuller mondta talán elsőnek, vagy legalábbis az én nyomozásomban, hogy a földgolyó lebeg az űrben a nap körül keringve, és hőtanilag egyensúlyban van nagyjából. Ami mit jelent, hogyha tanultuk ugye a fizikában, hogy az érkező hő a napsugárból, a napnak a hője, és a lesugárzott hő, amit ő mint mondjuk átalakult energiában elégetve, növényi anyaggá átalakulva, stb. Lesugároz, ennek a két hőmennyiségnek energetikailag egyformának kell lennie. Ha ez a két hőmennyiség egyforma, akkor tud kialakulni nagyjából egy egyensúlyi állapot a földgolyón. Ha bármelyik megnő, akkor vagy emelkedik a hőmérséklet, vagy ugye leül. Ugye a széndioxidnak a veszélye például abban áll, hogy elfeketedik a föld, és másképp fog lesugározni. Ilyen értelemben. Tehát kevés. Na most a érkező, ennek egyformának kell lenni. A föld saját hője az 6-8%-ot tesz ki, hozzáadódik természetesen a lesugárzandó hőmennyiséghez. Ez a radioaktív bomlásból származik a Földben. Na most ez a római klub már akkor kiszámolta a 60-as, 70-es években, hogyha az emberiség az érkező totális teljes napenergiához hozzátesz bármilyen módon elégett fosziliákat, atomenergiával, netán kitalálja a fúziós reaktort és azzal termel energiát, hogyha az érkező napenergiának 5-10 ezredét, ilyen töredékét pluszban hozzáteszi az ember, az már elmozdítja az egyensúlyt annyira, hogy egy fokkal magasabb egyensúlyi hőmérséklet áll elő a földgolyón. Én ebben a számításban, ha nem is betű szerint és nem pontos szám szerint, de a szellemében hiszek. Tehát valahol a konzekvenciának annak kell lenni, hogy lehetőség szerint az érkező napenergiát kell, hogy úgy mondjuk a szakmában, hogy real time, valós időben. Tehát ahogy érkezik, rögtön használjuk fel. Minél közelebb van egymáshoz az érkező energia és a lesugárzott energia időben, annál jobb a helyzet, annál kevésbé, vagy egyáltalán nem befolyásolja a természeti egyensúly. Na most a Föld csodáját én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez az egyensúly évszázmilliók óta valahol a jégolvadás pontja körül mozog. Hol fölé megy, akkor meleg időszakok, hol alá megy, jégkorszakok, és így tovább vannak. De ez tette lehetővé, hogy ez valahol ott van, azt a fajta életet, amit mi élünk, amelyet a növények élnek, és egyáltalán a Föld golyónak a lakhatóságát. Egy másik kérdés, amit egy korábbi doktoranduszom, meg kollégám, később most a Nortelnek az egyik vezetője, Drozdi Győzővel kávézgattunk, nem, teázgattunk, valamikor a 70-es évek második felében az intézetben, és beszéltük, hogy mi lehet egy olyan életforma az emberiség számára, amely mellett a földgolyó tulajdonképpen tartósan lakható marad, nem rontjuk el. Ha más elrontja, kitől a Mont Saint Helen, az egy más kérdés, a fölött nincs hatalmunk, ugye? De hogy legalább mi ne rontsuk el.
És akkor a Győző fogalmazta meg úgy, hogy zárt termelési és fogyasztási ciklusokat kell csinálni. Tehát ha el lehetne érni, hogy minden hulladék, itt hulladék, ott bemenő nyersanyag, ugye, és ez logisztikailag megvalósítható lenne, lényegében nagyon jó, ez lenne egy biztos működő állapot, főleg, hogyha energetikailag is minimális energiával hajtjuk végre. Sőt, ez nem régen jutott eszembe, hogy egy ilyen állapot tulajdonképpen az ökológiai lábnyomra is nagyon jó hatású lenne, hiszen nem terhelné nyersanyag meg egyéb termeléssel a földet, hanem csak az energetika, az anyagok egymásba alakítása energiájával kell, arról kellene gondoskodni. Úgyhogy ez egy mindenképpen vágyó dolog, borzasztó messze van, borzasztó nehéz egy olyan országban ilyet még csak álmodni is, ahol még az üvegvisszaváltásra sikerült rendbe tenni. Úgyhogy. Komoly gond az energiatárolása természetesen. Ennél csak egy példát mondok el, hogy az akkumulátor, amelyik nagyon kézenfekvőnek látszik, érdekes módon, ha elkezd az ember számolni, akkor az emberiségnek nincsenek túl nagy tartalékai az akkumulátor fejlesztésben. Tudjuk, ezt a villamosmérnökök tudják, hogy 10 a 10-en volt per méter térerősség esetén, olyan mértékben torzul egy atom, hogy spontán leszakadnak róla az elektronok. Ez az, amikor kisül, átüt, és így tovább, ilyen elektromos kisüléseket láttunk, villám lesz belőle, vagy szikra. Ez nagyjából, és ha elkezdünk gondolkodni, hogy egy nanométer, amikor ugye az atomi távolságokra lemegyünk, ott ez a távolság, ez nagyjából fél volt, tized volt, és így tovább. Tehát lényegében a mai akkumulátorok már nincsenek túl messze ettől a határtól, amin valószínűleg nincs tovább lépés. Kell valami más. A szuperkapacitorokat azok azért szeretem jobban, mint az elektrolitikus akkumulátorokat, mert a szilárd testekben mégis jobban rögzítve vannak az atomok, és kevésbé tudnak elmozdulni talán. De van még egy olyan probléma is. Nemrég olvastam, hogy az Egyesült Államok ilyen prognózisaiban 2025 körülre Amerikának annyi lítium kéne az amerikai villamos autók energiájának tárolására, ami a ma ismert lítium készlet 20%-a egy éves anyagban. Hát ez azt jelenti, hogy a lítium akkumulátornál vagy nagyon szigorú szabályok szerint fogunk reciklizálni lítiumot, vagy pedig ki kell találni valami mást, nem tudom, ugye lentkereket, akár. A városi autónál nem teljesen lehetetlen. A bioenergiáról mondok néhány keresetlen szót, amit én csak úgy tudok elfogadni, hogy a hulladékkezelés eszköze. Ennek természetesen a mátrai tarvágások is okozzák az emberben, hogy elégetik Pécsett, ugye a Mátrába levágott erdőket, vagy nem tudom hol. Szóval ez egy, én a bioenergiát ugyanis úgy szoktam fogalmazni, hogy a fotoszintézist a természet nem arra optimálta, hogy nekünk áramot csináljon. Tulajdonképpen túlprocesszálja a napenergiát, cellulózzá teszi, azért, hogy a növény nőjön, sok méterre, stb. Ez teljesen fölösleges az áramtermelés szempontjából. Most olvastam a napokban, hogy van egy olyan GM, genetikailag módosított ilyen energiafű, amelyiknél minimalizálták a cellulóz képződést. Hogy csak éppen össze ne roskadjon a növény, annyi cellulózt engednek neki termelni. Minden esetre a cellulóz egy szempontból nem rossz, ugye, hogy szállíthatóvá teszi az energiát, tehát az az energiatárolásnak egy változata. De az biztos, hogy a fotoszintézis nagyon alacsony hatásfokú. Szóval én hiszek abban, hogy azon a területen, ahol energianövényeket telepítünk, sokkal több energiát lehetne megtermelni, hogyha naptükröket csinálnánk és napkohót, és tisztességesen villanyáramot termelnénk ott. Szóval ez egész biztos. Mert ott 30-40%-os hatásfokok vannak. Minden esetre az egy nagyon fontos dolog, hogy
az energetikát nem szabad lobby érdekből tárgyalni. Tehát teljesen a teljes folyamatot, a teljes energiatermelést kell mindig is tekinteni. A saját szakmánkhoz érve a műszaki tudományoknál ugye az energetika és ilyesmi anyagtudomány, ez az, amit én magam is műveltem. Hát itt azért most már eléggé rövidíteni szeretnék. Nem tudom, mennyi az, ameddig az előadások szoktak tartani? Mert kicsit... 60 perc, tehát akkor még van egy ilyen szűk fél óra. Jó, köszönöm szépen. Tehát az anyagtudomány, azt én egy nagyon fontos és ugye olyan tudománynak tartom én is, amelyik egy ilyen évtizedeken, vagy fél év, több mint fél évszázadon át lelkesítve tudott megtartani engem is a pályán, és mindig újat tudott produkálni, ugyanis az anyagtudomány az egy horizontális tudomány, az mindig megújul minden műszaki igény hatására. Ja, vannak igen itt, hogy olyan, a technológiákat két, hát azért visszamegyek ezzel. A technológiákat két csoportra szoktuk osztani mostanában. Vannak az építő, a bottom-up és a lebontó top-down technológiák. Ugye a top-down technológia mondjuk az esztergálás. Ha abba belegondol az ember, az energetikailag egy katasztrófa, hiszen trillió szám bontjuk le a kötéseket azért, hogy azt az alakot létrehozzuk, ugye? És mindegyik energiát igényel. Sokkal jobb és törekedni kell minden szempontból, ahol csak lehet, az építkező technológiákra, ahol az anyag magától rárakódik, vagy épül, vagy valami ilyesmi jelleggel épül. És hát ehhez volt egy viccem, amit egy kicsit most elrontottam, mert ugye azt van egy ilyen top-down technológia tréfám, amit betettem ide ebbe a fóliába, hogy Michelangelo Buonarrotinak van egy olyan mondása, ahogy szépen olaszul is el lehetne mondani, Babits Mihály fordításában. Az a lényege, hogy a márványban benne van a szobor, csak a fölösleget le kell szedni róla. Ugye? És ezt egy ilyen Michelangelo tehetséggel meg is lehet csinálni. Ugye? És hát ez, amit én itt ugye ezzel a fóliával viccelődni szoktam, itt a márvány, és lesz belőle a Medici síremléknek ugye az egyik angyala. Az anyagtudomány félvezetők. A frontvonalakról szoktam az előadásaimban. Ez egy olyan táblázat, vázlata most még, amit úgy minden évenként korszerűsítem az előadásaim során, az olvasmányaim alapján. Ez egy olyan táblázat, ahol az oszlopok a fontos iparágak, információtechnológiától mondjuk kiindulva, a középső, energetika, közlekedés, gyógyászat, stb. A sorai pedig különböző anyagcsaládok, félvezetők, kerámiák, optikai, polimérek, fa, fémek, nanoszerkezetek, többfunkciós anyagok. És hogyha ezt a táblázatot az irodalom alapján kitölti az ember, akkor kiderül, hogy nagyon fontos kutatások folynak minden kockában, minden eleménél. Nem lehet ezt messziről látni, nem is az a szándékom, csak annyit mondanék, hogy a kékszínű témákkal Magyarországon is foglalkoznak valahol kutatók, és van kettő, amit kiemelnék belőle. Az egyik a világítás forradalma, amelyik valahol most a polimereknél is a szerves világító diódákra gondolva tettem ezt, ami azt jelenti, hogy az emberiség nagyon pazarlóan világít, és ennek a racionalizálása, értelmes energetikai szintre süllyesztése kívánatos lenne. De a legfontosabb az itt nagyon elbújik, ezt lehet, hogy máshová kéne tennem, mert ugye a többfunkciós anyagoknál itt szerepel a érzékelők és a beavatkozók kutatása. Valójában, ha visszagondolunk arra, amit szomorúan, de mondtam, hogy ebben a világban rendet kell műszakilag majd tartania az utódjainknak, ugye? Ahhoz az kell, hogy mindent mérni kell, a világ minden paraméterét, hőmérséklet, sugárzás, nyomás, nem tudom, nedvességtartalom, felhőmozgás,
amit parancsoltok, szobákban, lakásokban a légállapot minőségét, és ezt az érzékelt mérést, mert ha belegondolunk, ez egy kicsit kitört belőlem a fizikus, a világ minden jelensége tulajdonképpen szenzor. Mert ha bárhol, bármilyen törvény alapján egy változás létrejön, hogyha a megváltozott rendszert én meg tudom mérni, meg tudom érteni, akkor abból talán tudok következtetni, hogy mi is volt előtte. Tehát vissza tudok következtetni. Magyarán szinte minden fizikai, sőt kémiai, sőt biológiai jelenség is szenzor. Visszafelé olvasva. Visszafelé olvasva. És ezek miatt itt rengeteg tudományos lehetősége van az emberiségnek, hogy mindenről tudomása legyen, megmérje. A megmért eredményt betáplálja egy kompjúterbe, egy központi gépbe, stb. És az visszajelez, hogy légy szíves, emeld meg a hőmérsékletet, csökkentsd a nyomást, balra tekerd a csűrőlapot a repülőgépen, szóval bármi, ez mind ilyen jellegű feladat. És ez egy olyan területe a műszaki tudománynak, ahol szinte minden összefügg. És ez az, ami tulajdonképpen lelkesen propagálok. Hogy hol vannak mai nagy technológiai forradalmak? Hát van a távközlés, ugye a érzékelők, erről beszéltem, világítás, a közlekedés. Ugye a közlekedés a legtermészetellenesebb művelet a világon, amit el lehet egyáltalán képzelni. Ugye, tehát magyarán a legrongálóbb a minden egyéb természeti dologgal, de elkerülhetetlen, és a modern élet enélkül nem létezik. Ergo azt el kell érni, hogy minél kevésbé tegye tönkre a közlekedés a környezetet, illetőleg minél kevesebbet közlekedjünk, de ha már közlekedünk, akkor azzal kíméljük, amennyire lehet a környezetet. Ennek automatizálás és így tovább nagyon fontos. Az élelmezésről egyre több szó esik, ugye már olyan fekete jóslatok is elhangzanak, hogy éhínség következik az emberiségnek. Ez nem lesz jó, és én is hiszem, hogy ez egy nagy gond, de azért nagyon sok mesterséges megoldás van, tehát azért az nem elvi korlátja az életnek szerintem. Csak a mai életnek, a mai életformának korlátja. Nagyon nem szeretnék úgy élni, hogy tablettákba kapok mindent, persze, ugye, és valamivel kitöltöm a gyomromat. Az érzékszervek nagyon fontosak, az érzékelőknek egy külön, és hát a bio és a nanotudomány az, ahol most nagyon sok eredmény születik. A mi kutatásainkról röviden beszélnék néhány példát, ugye ez a bizonyos Moore-törvény, erről sztorizni lehet, teljesen életem szerencséje, hogy 69-ben jutottam ki először az Egyesült Államokba, egy évre a Caltech-re. Ez nem sokkal azután volt, hogy az Intel Corporation kivált a Fairchild nevű anyacégből. Az egy külön előadás tárgya lehetne, hogy hogy kell céget alapítani, pláne ilyen sikereset, mint az Intel. Egyébként az Intelesekkel, ugye, hát a Moore az már a 50-es évek végén mondta azt, hogy elképzelhető olyan fejlődés a mikroelektronikában, hogy két évenként dupla annyi tranzisztort lehet egy áramkörre rápakolni, mint az előző években, és hát ezt nagyon óvatos, persze teljesen érthetően, azt mondta, hogy ez a 70-es évek végéig valószínűleg még tartható tempó. Nem gondolhatott arra, hogy ez az ő általa felfedezett törvény, ez nem is igazán műszaki törvény, ez közgazdasági törvény, amelyik a piac igényeit közvetíti a műszaki világ felé, hogy tessék megoldani. Ha ezt nem oldjátok meg, akkor nem kelletek nekünk, akkor valami más sem van. És lényegében ennek van egy honlapja, amelyik a Public International Technology Roadmap for Semiconductors, amit érdemes azért megnézni kutatói szemmel is, mert most azért a 2007-es tettem föl, mert 4 évenként csinálják ezt, és most már van egy újabb is, de ez nagyon jó a színkódja miatt. A legutolsó kiadásban nem láttam ilyen jó ábrát. A feladatokat, hogy tartani lehessen a mikroelektronikának ezt a hihetetlen gyors
exponenciális hatványfüggvény szerinti fejlődését, ahhoz feladatokat lehet meghatározni. Itt vannak azok a méretek, amelyek lefelé mennek. 2020-ra a 14 nanométeres tranzisztorok vannak célul állítva, ugye, ebben az időszakban. Itt van, és ezen a, itt kezdődnek azok a sorok, ami itt egy feladat van megadva, és amire fölhívom a figyelmet, az az, hogy ami fehérrel van megadva, az azt jelenti, hogy nem vicc, meg lehet csinálni, már az ipar is nagyjából tudja valószínűleg. A sárgák voltak kódolva azok, amelyeknél úgynevezett K plusz F-re még szükség van, mert, nem, mert azért még fejleszteni kell, de nem látszik teljesen lehetetlennek, és a pirosak azok, amelyeket akkoriban először red brick wall-nak, vörös falaknak, később azt mondták, hogy no non-solution, hogy nincs ismert megoldás. Na most ez volt az, amit a magunk fajta kutatónak érdemes volt megnéznie, hogy hát, ha van valami isteni szikrával, és bele tud pofázni a gigászok küzdelmébe. Hát körülbelül erről van itt szó. Ma már rájöttek, és a legutolsó változatban kiderült, a szójátékot is javasolom megfigyelni, hogy a Mohr törvény, amelyik ugye ez az exponenciális méretcsökkenés, itt az évek, itt a méretek, már lett egy olyan, hogy more, ami azt jelenti, hogy több Mohr törvény, ami azt jelenti, hogy megyünk szépen lefelé a méretekkel. Ez a, de ez alatt a vonal alatt. A vonal alatt ez a terület. Aztán lett a more than more, ami több, mint a Mohr. És rájöttek, hogy nem elég a digitális számítástechnikát figyelembe venni, mert ma már a telekommunikáció, a nagy feszültségű elektronika, és a rádiófrekvenciás, és a mikromechanika is, ez az, amiről itt néhány dolgot szeretnék mondani, ahol ezek mind összeérnek, és ez a more than more megoldások. A mi intézetünk, ugye ilyen laborokban csinál, ja, hát ezt benne hagytam pedig, hát ezt most már nem bírom ki, hogy nem mutassam meg. A mikroelektronika közeli Nobel-díjak elég sok van. Az utolsó, a legérdekesebb, ugye, Geim és Novoselov a grafénen kapott Nobel-díjat, de nem tudom, hogy, ki, hogy ismeri-e a jelenlévők, ismerik-e általában, hogy ez a Geim, ez egy csúcs zseni, mert ő Ig Nobel-díjat is kapott már korábban. Azt tudjátok, hogy mi az Ig Nobel-díj? Ugye az a Nobel-díj, amelyre az ő fogalmazása szerint, amin először az ember röhög, aztán elkezd gondolkozni, hogy hogy a fenébe is van ez. Szóval tulajdonképpen ő próbált először, hogy egy, ide egy ilyen mikroszkóp alá, vagy nagyító, vagy fényképezőgép alá betett egy békát, és ráadott egy komoly mágneses, oppá. Hol van nekem a... Ráadott egy mágneses teret, és ez a béka úgy lebeg, mint az űrhajósok az űrben. Ezt nevezik diamágneses levitációnak. Tehát ezt is felfedezte. Egy ember lebegtetéséhez egy kicsit erős. Ugye azt írták ebbe az első cikkben, hogy hát a békának semmi baja nem lett. Én azért elgondolkoztam rajta, hogy ez a 10 Tesla mágneses tér, hogy azért mennyire élvezi a béka ezt a helyzetet. Na, szóval tulajdonképpen itt egy kis hencegés következik. A Mayer-Gyulai csapat, főleg ez a Caltech-en, tulajdonképpen mi nekünk 3 olyan eredményünk lett, amire tényleg büszkék lehetünk, mert mindenütt előfordul. A világ szilíciumipara kezdetekben egy-egyes orientációjú kristályokat növesztett, az volt egyszerűbb. És egyrészt az Intel jött rá arra, hogy az 1-0-0-as orientációjú szilícium, amit a kristálytanhoz ért, tudja, hogy annak tényleg sík lehet a felszíne. Az 1-1-1-es az nem lehet sík, mert az ilyen. Ugye? És azon jobban nő az oxid, egy szilícium-dioxid, ami kell a tranzisztor készítéshez, mint szigetelőanyag. Mi meg arra jöttünk rá, ott a Caltech-en egy éjszaka
közös gondolkodás volt, és engem hagytak ott, hogy csináld meg a kísérletet, és reggel 5 órára kész is lettem vele, és tényleg kiderült, hogy a kristály visszanövekedés, amit az implantáció károsodást okoz, annak a visszanövekedése is sokkal jobban, amikor homlokunkra csaptuk, hogy persze, hogy így kell lenni, de előtte senki nem gondolt rá mi sem, ugye, hogy miért is. Ez viszont azt eredményezte, hogy az egész világ szilícium gyártása átállt az 1-0-0-ásra. Tehát ma már 1-1-1-et nehéz szerezni. A másik ilyen eredményünk, ami tényleg úgy emlegethető, hogy az ionimplantációt ipari technológiává tette, hogy az ionimplantáció az egy olyan trükk, azért csak kell ennyit mondanom, még William Shockley találta ki a 50-es években, le is szabadalmaztatta, hogy ionokat kell létrehozni, azokat az ionokat, amelyikkel kémiailag meg lehet változtatni az anyag összetételét, és azt bele kell bombázni abba az anyagba, például a germániumba, a szilíciumba, ha tranzisztort akar csinálni az ember. Az volt a világ szerencséje, hogy Amerikában 17 év után minden szabadalom kimerül, és nem véd tovább, mindenki közkincsé válik 17 év után, és ha kiszámoltuk, ez pont a 70-es évek elején járt le Shockley szabadalmával, úgyhogy ez az ötlet akkor szabad teret kapott, és pont akkor ért meg a világ, hogy diffúzióval, hőkezelésekkel már nem tudták azokat az irinyó-pirinyó tranzisztorokat megcsinálni. Én 1970-ben még vitatkoztam az intelesekkel egy konferencián, akik azt mondták, hogy az implantáció egy tök marhaság, nem lesz belőle semmi. És mi akkor már hittünk benne, és vitatkoztunk, és akkor tudtam meg, hogy az Intel is megváltoztatta a nézetét, amikor az első Kaltekes doktoranduszomat, aki egyébként most meg nyugdíjba, mint vezérigazgató helyettes az Intelnél, 75-ben fölvették állásba, és tulajdonképpen ugye a Dick Pashley-t, akkor éreztem meg, akkor már itthon voltam Magyarországon, hogy az Intelnek is megjött a józan eszem, mert sokkal könnyebb ionokat oda és oda annyit lőni, amennyit akar az ember, mint küszködni a kemencékkel, meg mindennel, hogy ja Istenem, kihúzom elég gyorsan, vagy ilyesmi. Ugye? Nos, szóval a mi trükkünk viszont az implantációnak volt egy alapvető nagy baja, hogy az ionok energiája szétdúlja a rácsot, olyan, mint elefánt a porcelánboltban. Rendbe kell tenni. Na most ez az egyik baj. Ezt még azért hőkezelésekkel rögtön, hát ezt még Shockley megírta, hogy hőkezelni kell, ez még ment is volna. De a probléma az, hogyha kristályos anyagot lő be az ember szilíciumot, akkor a csatornák mentén az ionok be tudnak csatornázódni, vezetődni mélyen, és teljesen lehetetlen helyeken állnak meg egyik másik, tehát nem lehet határozott mélységig lőni mondjuk azt a bort, ami P-típusúvá változtatja át az N-típusú szilíciumot, és nem lesz határozott mélysége a PN átmenetnek. Nem lehet tranzisztort csinálni. Úgyhogy mi jöttünk rá, és ebben a doktorandusom, aki folytatta ott 75 őszén a munkát, a Csepregi László, szörnyű, tragikus életű, az tényleg az egyik, nem is rossz, most elnézést megzavarta azt, hogy rágondoltam szegény Laci életére. Arra jöttünk rá, hogyha az ember két lépést csinál, és először amorfizálja a szilíciumnak a felszíni rétegét, szilíciumionokat, mert azt is be lehet lőni. Tehát arra jöttünk rá, hogy szilíciumot is be lehet lőni, a szilíciumban miért ne, ami nem csinál semmi más, csak szétdúlja a rácsot. És hogyha ebbe az amorf részbe lőjük bele azt a foszfort, vagy bort, aminek a helye kell, akkor egy alacsony hőmérsékletű hőkezelés, ilyen epitaxiás hőkezeléssel vissza lehet gyógyítani a rácsot olyan hőmérsékleten, hogy nincs diffúzió szinte. Tehát olyan alacsony 600-700 fokon a szilíciumot vissza lehet növeszteni, amikor még a foszfor is állva marad, és ezzel lehetett elérni, ezt nevezik, preamorphizationként nevezik leginkább a világban. Úgyhogy ez a második fontos eredményünk, és ezt megcsináltuk hasonló trükkel a katonai sugárálló IC-kre is, amelyikkel tulajdonképpen 78 után évekig Amerika a mi trükkünk alapján gyártotta a katonai IC-ket. És hogy itt
nem, azért ezt mégis átugrom, mert azért ez nagyon izgalmas dolog, hogy milyen trükköket találnak ki az emberek, de most már azért röviden megmutatom, hogy mi olyan stratégiát választottunk, mikor itt Magyarországon elindítottuk, nem lehet versenyezni a gigászokkal, ez teljesen nyilvánvaló, ezt mondtam. Viszont kiderült, hogy az érzékelők és a beavatkozók rendszere az egy olyan terület, ahol a mi technikánkkal is értelmes és nemzetközi értelemben is jó dolgokat lehet csinálni. Például tudunk olyan marási trükköket csinálni, ahol árkokat marunk a szilícium anyagába, ezek azokkal a trükkökkel mennek, amivel mások áramkört csináltak, de lehet vele nyelveket, meg gyorsulásérzékelőket, meg mindenfélét is csinálni. Ez például egy olyan gázkeverő rendszer, amit persze még le kell majd fedni, ahol ilyen fűthető, ez egy fűthető híd itt a gázáram útjába, ezek meg hőmérők. És egyszerűen, amikor jön a gázáram, itt kap egy hőlökést, és amikor az a hőmérsékletű gáz ideér, egyszerűen az időt kell mérni, tudjuk pontosan, hogy mennyi gázt vezettünk keresztül ezen a gázrendszeren. Ugye? Ez pedig egy tapintás érzékelő, amelyik lényegében, hogyha ezt ilyen, hát erre ilyen rendszer, hogy mondják azt, ilyen, nem tudom, megszervezzük ilyen pár négyzetmilliméteres felületre, olyan ez el tud mozdulni ez a tüske, és olyan érzékeny tapintás érzékelőt tudunk csinálni, nem tudom, hogy benne hagytam, ja, itt van. Igen. Amely, tehát így néz ki az erej, ugye ennek van, és ez egy olyan rendszer, amelyik tulajdonképpen egy olyan robotot tudunk csinálni vele, amelyik például olyan feladatot tud megoldani, hogy fog egy vékony üvegből elegáns üvegpoharat, és öntik bele a bort, és érzi a súlyát, és mindig ugyanolyan erővel szorítja, hogy nem töri össze sem, de nem is ejti el. Úgyhogy ez ilyen intelligens. Ezt egyébként a Tactologic nevű cég most már próbálja piacra is vinni. A nanotechnológia felé, hát ottan, ugye ez lett a következő dolog, itt inkább csak a szerencsefaktort mondom el. A rendszerváltást követő években a magyar fizikus közösség Dubna volt a közösen fenntartott kutató intézete a keleti országoknak. A Szovjetunió területén, Moszkvától nem messze. Magyarország például annyit fizetett be, mint a KFK-i költségvetés. Ennyivel, ennyi volt a mi részvényünk, hogy így mondjam. A rendszerváltás körül mindenki azt mondta, hogy csak a CERN, csak a CERN, és Dubna nem kell. És Jeszenszky Géza, akkor ugye miniszterünk, külügyminiszterünk azt mondta, hogy ilyen csúnyán ne fordítsunk hátát a szovjeteknek, akkor még talán szovjetek voltak, talán ilyen. És földobott évi 150 ezer dollárt a magyar tagdíj keretekből megpályázhatóan Dubnában végzendő szolgáltatásokra, és akkor az én csapatom azt mondtuk, hát ez valamire jó lesz. Senki nem szokta megnézni, hogy mit csinál 200 megaelektronvoltos, vagy 300 megaelektronvoltos, ilyen teljesen blöd, nagy energiájú neon vagy kripton szegény szilíciummal, hát nézzük meg. Megpályáztuk, megkaptuk a pénzt, ami egyébként nagyon jó volt, de döbbenten, mikor grafitot tettünk a szilícium helyett, mert azt jobban lehetett nézni az STM mikroszkópunkkal, ugye? Akkor azt vette észre Bíró Laci barátom, hívott oda, hogy nézd, mi az ördög ez. Hogy itt van az a behatoló kráter, nehéz látni, és a kráterből kiindulólag ilyen hosszú szőrök keletkeztek a grafiton. Mondtam, ez biztos oroszlányhaj. Hát mi más lehet, ugye, ha ott semmi más nincs. Megnéztük, és végül Németországba sikerült elvágnunk ezeket a szőröket, és kiderült, hogy ezek csövek, és ezek szén nanocsövek voltak. Hát így kerültünk a szén nanocsövek közelébe, mert akkor azért azt mondtuk, hogy ha már tudunk is, akkor foglalkozzunk is szén nanocsövekkel. Na most a nanotudomány tulajdonképpen, ugye én ezt most azért kihagyom, mert eléggé eltelt az idő, hát ilyen berendezéseink vannak, amelyekkel ugye meg lehet munkálni.
Ami viszont most a egyik legizgalmasabb eredménye a bíró csapatnak, ugye ők viszik ezt a témát nagyon szépen tovább, rájöttek, hogy az alagút mikroszkóp áramát lehet olyan erősre választani, hogy a grafén nevű, ami egy atomi vastagságú szénréteg, azt mint egy, mondjuk egy plazmavágó, nanoplazmavágó lehet alakítani, és tulajdonképpen tetszőleges, mint a lombfűrész, ki lehet vágni, tetszőleges alakú. Ez a Nature tetejére lett ugye címlapként, ez a szalag itten, ez a grafén szalag, ez most a legjobb, amit tudunk csinálni, 6 nanométer, ami ugye 8 atom, 8 elemi cella szélesség. Ezt is most, ez egy gázérzékelő volt, erre most már nem tudok belemenni. A nanotechnológia gondjairól szerettem volna még beszélni. Valahol meg kell találni, én annyit elmondok az idő előrehaladottsága ellenére, hogy én a nanotudomány és a nanotechnológia között ott szeretem meghúzni a vonalat, hogy a nanotudomány az egy próbálkozás, meg laborban mindent csinálunk. A nanotechnológiának akkor nevezem, hogyha megbízhatósági, mérnöki kritériumoknak is már eleget tud tenni. Ugye? És ennek a minőség ellenőrzése nem olyan egyszerű. Hát a biotudományokról csak annyit mondanék, hogy én hiszek benne, hogy a 21. század biológiája jobban fog hasonlítani a 20. fizikájára, kémiájára, informatikájára, mint a 20. biológiájára. És ez nem lenéző a biológiára, a 20. század biológiája rendkívül fontos terület volt, adatgyűjtés és így tovább, kapcsolatok keresése, levonása, de szeretném, amikor meg lehet érteni, és a példán, egy példával mondanám még el, a kémiai katalízisnek. Én a nanovilág belépése óta, meg az én agyam ehhez való asszimilálódása óta, én például a katalízist úgy képzelem el, hogy a palládium, vagy a platina, amit ugye katalizátornak használnak a vegyészek, annak az atomnak vannak nem teljesen betöltött belső héjai. Ezek a belső héjak és a keringő elektronok egy olyan különleges elektromágneses teret jelentenek a palládium-platina atom körül, amelyikbe ha betéved két egymást utáló atom, olyanok, akik így vannak egymással, azok szépen elvesztik a külső héjaikat, és teljesen érthetetlenül, de összekapaszkodnak, és molekulaként, házaspárként jönnek ki ebből az elektromágneses térből. És én hiszek benne, hogy ez a fajta mérnöki, fizikusi gondolkodásmód a kémiában is és a biológiában is nagyon hasznos lesz. Ezt most már nem mondom el, a stressz proteinekre ugyanezt a példát el tudnám mondani. Na most, amit mondani szeretnék, és ez, amiért itten lehet, hogy ezért hívtatok. A tudósoknak nagyon sokféle, minden ember különböző, és különböző tulajdonságai, erényei, előnyei, képességei vannak. Minden esetre ahhoz, hogy a tudományos pályán az ember sikeres lehessen, ahhoz kell, lehet tehetség, lehet szorgalom, lehet szerencse. Bármelyik kettővel egész jó karriert lehet futni. Ha csak egy van, az valószínűleg kibukik, hogy kóklerség, de azért az sem biztos. És lényegében, és ami itt nagyon fontos, és ezt szeretném továbbadni, hogy a szakmai sikerhez tulajdonképpen mindegyiknek van megtanulható és megtanulandó eleme. Ez pontosan olyan, mint mondjuk a művészeteknél mondják, hogy van mesterségbeli tudás. A tudományos munkának is van mesterségbeli tudása, ami nem tudomány, ami általános és tulajdonképpen mindenre igaz. Például, hogy tudok én rásegíteni, ha nincs elég tehetségem? Vizsgálj meg minden eredményt, ugyan a visszájáról is. Ne hidd el rögtön az irodalomban leírt eredményeket. Egyáltalán nem biztos. Nem biztos, hogy nyersz valamit, nem biztos, hogy találsz valamit, nem biztos, hogy jót találsz. De annyit megér minden interpretáció, hogy megnézze az ember így is, hogy vajon tényleg nincs-e más megoldása ennek a kérdésre.
Nagyon fontos dolog, hogy ebédelj együtt a versenytársaiddal. Ugye ez egy alapvető kérdés. És drága fiatal barátaim, remélem, hogy a ti generációtokra már nem az lesz, mint az én generációm, de még a frisseknél is, a mostaniaknál is. Ha elküldünk 3-4 különböző intézetekből magyarokat egy külföldi konferenciára, mit gondoltok, mit csinálnak azok este? Bevonulnak egymással egy szobába egy üveg viszkivel, és megtárgyalják Magyarország sorsát. Ez egy óriási vétek, óriási vétek. A szomszéd népekkel, a versenytársakkal kell összeülni a viszkivel, és nem azokkal, akikkel itthon lusta vagy átmenni a szomszéd városba, vagy a szomszéd laborba akár. Szóval ez egy nagyon fontos dolog. Mert ha adod az információt, kapsz is információt. Figyelj oda a véletlenekre. Én nekem van néhány egész jó cikkem, ami abból származott, hogy nem pucoltam ki rendesen az aranytól a vákuumrendszert. Ugye? Aztán egy jó ideig eltartott, amíg rájöttem, hogy ez valami lehetetlen dolog. Kiderült, hogy az arany csinálta. Hát persze. De azért lett belőle egy-két nagyon jó cikk, citálják, és így tovább. Szóval azért ezt oda kell figyelni. A szorgalompótlás. Nagyon fontos dolog, hogy az embernek figyelj a konferenciákon. Én szomorúan mondom, és ennek nem szeretném az implikációit is taglalni, de aki az irodalom alapján kutat, az eleve fél évvel elkésett. Egyszerűen nem lehet. Fél év legalább, mire az irodalomban megjelennek azok az eredmények. Nem lehetetlen, hogy az irodalomból találsz valami ötletet, persze, van ilyen. De valójában sokkal jobban jársz, hogyha a konferenciákon kapsz imatot, és észreveszed, hogy mik a forró témák, és hazajöve rögtön nekiállsz. Légy vonzó és szorgalmas a nálad nagyon modernebb tudású diákjaid számára. Egy nagyon fontos kérdés. Ugye a magunk fajta öregember ne legyen beképzelt, egész biztos, hogy ha másban nem, metodikai tudásban, meg matematika, meg számítástechnikában, az itt ülő generáció lesöpör bennünket. De ettől még nem vagyunk fölöslegesek. Hogyha együtt tudjuk a gondolatokat kiérlelni, akkor ők is nyernek, meg mi is nyerünk, és tulajdonképpen, hogyha ezt az ember jól csinálja, hogy őt hagyja fölfutni, ő neki kell a nevét, az ő nevét kell, hogy megismerje a világ, a tiédet már ismeri esetleg. Nagyon fontos, hogy te írd meg a szakmád monográfiáját. Nem elég cikkeket írni. Tudnélék, pár év múlva, egy évtized múlva a cikkeket már nem citálják, de hogyha írt valaki egy jó monográfiát, jó társszerzőkkel, ugye, a legjobbakkal, akkor az továbbra is a piacon marad, a szakmai piacon. Legyen egy saját adatbázisod, ezt én magamnak építem, nem mondom, hogy mindig rendszeresen vezetem, de van egy Excel fájlom, ahova azokat a szavakat, fogalmakat, neveket, amit már ez egyszer elfelejtettem, ha egyszer véletlen eszembe jut rögtön beírni, néhány kereső szóval ellátni, hogy biztos ráakadja. Ezt nagyon ajánlom, hogy kezdjétek el minél fiatalabb korban. Még ennek lesznek más tartalmi konzekvenciái is. A szerencsepótlás. Tanuld meg a neveket. A partnereid, házastársad, gyerekeid. Írd be a memória ebbe az Excel fájlba. Képzeljétek el, hogy mennyivel másképp néz ki, hogyha 3 év múlva találkozol, és megkérdezed, hogy a kis Dick hanyadikos most, vagy ötödikos. Szóval teljesen más lesz a barátaiddal a kapcsolatod. És talán ezen a ponton mondom el, barátaim, hogy a tudományos együttműködés bizalmi kérdés. Nem akárkivel, nem csak szakmai hitelesség kell hozzá, és nem csak az, hogy én zseni vagyok, és te is talán zseni vagy. Nem elég. Egyszerűen emberileg kell közel kerülni azokhoz a partnerekhöz, akikkel tényleg együtt tudsz dolgozni. Építsd a kapcsolatot, főleg azok emberi erkölcsi oldalát, arra nagyon oda kell figyelni. Ugye ezt nagyon sokféleképpen fogalmazzák, hogy a külföldön járó magyar, az diplomatája is a magyar ügynek, és így tovább. Persze, ez körülbelül azt jelenti. Nem szabad anyagiasnak tűnni. Tehát
persze, hogy jól esik az embernek minden extra dollár, minden extra euró, de nem szabad, hogy látszik, hogy ezért így szaladsz, és nagyon fontos. Ugye? Ez egy nagyon fontos kérdés. És légy figyelmes, nem kell hajbókolónak lenni. Tulajdonképpen én ebben a könyvemben írtam olyat, hogy szerencsés életemben talán egy kezemen meg tudom nevezni vagy számolni azokat az embereket, akiknek az utálatát el kellett hosszan viselni. El kell húzódni. Tehát van olyan, hogy akit látod, hogy ezzel nem jön, akkor ezt nem kell komolyan venni, azt el kell kerülni, és így tovább. Nem szabad hajbókolónak lenni, de valójában figyelmesnek mindenképpen. Ne rajtad múljék. Nagyon fontos, hogy nyelveket tudjatok. A profizmus, ugye itten tulajdonképpen, hát még ezt... Igen. Jó. Szóval tulajdonképpen Magyarországon én nagyon ritkán... Nem. Ez hazaárulás. Magyarországon ritkábban találkozom azzal a hozzáállással, amit én nagyon fontosnak és profizmusnak nevezek. Tehát 1000 feladatot elvállalunk, és mindegyiket felületesen csináljuk, aztán amikor oda kell menni, akkor elmondjuk a véleményünket, az vagy jó, vagy közé. Nem rossz valószínűleg, de nem is biztos, hogy profi, mélységű. Én nekem ugye az a szuperszónikus kaland jutott itt eszembe, amit elmondok röviden. Kim voltam Amerikában 75-ben, amikor a kongresszus elé került a Lockheed cégnek az ajánlata, hogy ez teljességgel lehetetlen, hogy a szovjeteknek lesz 244-esük, a franciáknak meg Concordjuk. Amerika nem engedheti meg, hogy neki ne legyen szuperszónikus utasszállító repülőgépe, katonai perszolát. És akkor a következő, a kongresszus egy szakértő bizottságot nevezett ki, és nekem egy érintett barátom mesélte el a kadenciát, hogy mi lett a határozat. Azt mondták, hogyha az amerikai légi forgalom 10%-át fölviszik a stratoszférába, ott olyan kötképződés keletkezik, ami Amerika fölött 8-10%-kal lecsökkenteni a szoláris állandó értékét. Lehetetlen, elviselhetetlen. Ha pedig nem lehet a 10%-át fölvinni, akkor az egésznek nincs értelme. Látjuk, presztízs beruházás lett a Concord is, presztízs beruházás volt a 244-es is, semmiképpen sem üzleti. Amerikának vett egy-két Concordot, nem a British Airways Concordjait használta éppen, hogyha kellett. Ugye? Szóval tulajdonképpen ott mertek ilyen döntéseket hozni. Ez a barátom állásvesztést lett tulajdonképpen, mert a félvezetőipar óriási üzletet remélt. Ettől nem jött össze. Szóval nem nagyon komolyan át kell gondolni, és lényegében nagyon biztatlak benneteket a mély mérnöki profizmus hivatás szerint. Nagyon fontos, én azért, ha merhetek tiszteletlenül olyat mondani, hogy én jedlik típusú kutató vagyok. Van ugyan 11 néhány szabadalmam, de sose intéztem el, hogy abból komoly dolog legyen. Most hagytam abba egynek a fizetését, az egy ilyen zselével töltött szemüveg, ami nyomással változtatja a fókuszát. Mikor már 1000 eurót kellett fizetni, nem céget alapítottam, abba hagytam az egészet. Szóval az az ideális, hogyha vannak olyan barátaid, vagy ha te magad képes vagy Siemens-i megoldásokra, hogy nem csak rájössz a dologra, hanem meg is csinálod iparilag. És ezt egy műegyetem, vagy mérnökök karú egyetemet is tartalmazó egyetemen, ugye mindenképpen komoly dolog. Tehát igenis szükség van Siemens gondolkodású emberekre az országban. Hát lényegében azt hiszem, hogy arra azért már nem nagyon jut, hogy a cikkírás és a publikáció stratégiáról beszéljek. Én azt hiszem, hogy inkább átadnám a szót most már nektek. És mondjuk itt volt még egy olyan dolog, amit, de azzal pedig ez a Selényi ügy, ez egy nagyon izgalmas dolog. Jó. Ugye tulajdonképpen a magyar, nem tudom, hogy ezt itt nem kivettem ezt a... Igen, hogy ne a saját bajunkat, mert ugye mi is akartuk szabadalmaztatni, a Meyer barátom ezt a preamorfizációra azt mondta, hogy olyat szabadalmaztatni,
aminek a bitorlás ellenőrzéséhez be kell menned egy japán, a Nippon Electrichez megnézni, hogy használják-e, semmi értelme. Csak olyat szabad szabadalmaztatni, vagy érdemes, ami a végterméken, a piacon egyértelműen bizonyítható. Na most ugye a magyaroknál még ez se egyszerű a jó szabadalomnál, és ez a Selényi Pálnak a szabadalma. Ugye Selényi a nagy generáció volt a Tungsramban a 20-as, 30-as években, Asner Lipót egyik fölfedezettje. Ő elkezdett foglalkozni a szelénnel. Szoktam azt a tréfát mondani, hogy az valószínűleg a tudománytörténet örök rejtélye maradt, hogy azért kezdette szelénnel foglalkozni, mert őt Selényinek hívták, ezt nem lehet tudni, de mindesetre foglalkozott a szelén fotóvezet. A szelén az egy olyan szigetelőanyag, amire, hogyha egy fényképet rávetítesz, akkor elektromos töltés keletkezik ott helyileg, és az ott marad elég sokáig. És hogyha erre rászórsz szénport, és utána erre egy papírt, lefújod a fölöslegeset, ahol vonza, ott ráragad, és ez volt tulajdonképpen a szelenotípia, amit Selényi Pál a 20-as években nem csak hogy felfedezett, de a 30-as években, 31-ben US patent, és így tovább, itt van process and apparatus for drawing electrical pictures. Teljesen benne van a szabadalom, tökéletesen. A gépét is le tudtam volna tenni, van egy olyan ábrám is, ezt nem eztettem ide. Jött pár évvel később, jó pár évvel később, 30, ugye, Carlson, az amerikai, aki még hivatkozott is Selényinek az alapszabadalmára. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem. Nem törődött, elhallgatta, jellemtelen volt, nem. De szomorú szívvel Carlson nevezte el Xeroxnak, xerográfiának ezt az egészet, ami száraz fényképezést jelent, ugye? És abból lett a Xerox cég, és Magyarország soha nem, még csak nem is tudja a magyar közönség, hogy milyen kitűnő embereink vannak voltak. Na hát ez van. Úgyhogy a végezetül azért annyit még, én korábban érdekelt a bio dolgok, azonban tulajdonképpen hát lényegében valahol én most, valahol ennek a bioengineering környékén landolnék valószínűleg. A végszó, az itt most már nem tudom, van egy zeném, amit 1956. november 4-én reggel komponáltam, és évtizedik titok volt, aztán 2004-ben, mert hagytam a profi zenészeknek előállni vele, hogy mi is komponáltunk valami zenét novemberben, vagy a forradalom idején. Aztán, amikor senki se állt elő, akkor a Minden Tudás Egyetemén 2004. november 3-án volt véletlenül este az előadásom, és akkor megbeszéltem a Dunásokkal, hogy ezt a zenét leforgatsák. Hát ez egy 2 perc, úgyhogy én hadd mondjam azt, ez egy 3 része van csak, nincs kész, mert olyan ideges voltam már úgy 9:30 körül, mikor lekottáztam ezt az egészet, hogy kell-e diszidálni, vagy nem muszáj, az anyám is küldött, hogy az apádat Voronyezsnél vesztettem el, inkább menj el fiam, szóval kövé ilyen hangulat volt. Aztán elkapott itthon a Honvágy és maradtam, de ezt a zenét most el szokták játszani a szülővárosomban.
lecsuktam a zongorát, vagy le se csuktam, és ennyi volt. Úgyhogy köszönöm a figyelmet!